Taps hangos ováció fogadta a nagy sikerű Padmás című musical 101. előadását is. A zsúfolt nézőtéren a régió harmadik és ötödik évfolyamos diákjai foglaltak helyet. A Győri Nemzeti Színház is csatlakozott a magyar kormány által meghirdetett Lázár Ervin programhoz. Ennek köszönhetően a régió általános iskolás tanulói szociális helyzetől és lakhelytől függetlenül ingyenesen juthatnak el egyszeri alkalommal a Győri Teátrumba. Megfinanszírozza az állam, méghozzá a Klebersberg központon keresztül, tehát gyakorlatilag az állam kifizeti a központnak, és a központ pedig nekünk kifizeti a jegyeket. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy gesztus az állam részéről, hogy ezt a Lázár Ervin programot kitalálta. Na most, mivel nekünk rengeteg nagyon nívós gyerekdarabunk van, ezért mi nagyon örülünk, hogy ebben részt vehettünk. Összesen 6458 gyermeket fogadnak a program keretében. A Klebersberg központ elnöke Hajnal Gabriella a Lázár Ervin programba beválasztott előadásokat a gyermekek körében népszerűnek és sikeresnek értékelte. Országosan is kiemelkedő a Győri Nemzeti Színház programban résztvevő két darabja. Nagyon sok ez a 6000 gyerek, ez 10 teltházat jelent gyakorlatilag nagy színpadon. Van, akinek még többet kell úgymond időzőbe teljesíteni. De hát nekünk ugye 10 nagy színpadi, mert ugye mi a Padlás és a Pál utcai fiúkkal veszünk ebben részt, és mivel mi azt a nagy színpadonra tudtuk áthozni, ezért egy tisztelt házat tudtunk biztosítani, és azt gondolom, ez egy borzasztó jó kezdeményezés, és ez már eldöntött kérdés, hogy jövőre is folytatjuk tovább ezeket a dolgokat. Tiszteletem, nem ez csak úgy. Jó napot, doktor úr. Kérem, doktor úr, rosszabbul van? Nem. Kszel Attila színész rendező, a sikeres Vilkós Uli Bélet állandó szerzője, jól ismeri a hazai diák közönséget. A Lázár Ervin program előadásaiban, a Padlásban üteget, még Molnár Ferenc a Pál utcai fiúk című színművében az orvost alakítja. Érzékeny rendezése megérinti az általános iskolásokat. Ezt meg kell mutatnunk minden generációnak, szerintem egy zseniális embernek a zseniális látomása az első világháború eljöveteléről. Én ezt látom a Pál utcai fiúkban, meg a gyerekkorunkat, meg a állandóan visszatérő aláfelé rendeltséget, ezeket a helyzeteket. De ez egy remek mű. A Padlás is a maga módján egy remek mű, ott egy musical gyöngyszemről van szó, egy olyan musicalről, amit magyar emberek csináltak, a presszerék annak idején tökéletesen elcsípték a korszellemet, a hangulatot, és Horváth Péternek sikerült egy olyan szép mesét írnia, amit igenis jó benne elmerülni, jó benne hallgatni, jó vele menni a gondolatokkal. A Győri Nemzeti Színház is csatlakozott a magyar kormány által meghirdetett Lázár Ervin programhoz. Ennek köszönhetően az idei évadban a régió harmadik és ötödik évfolyamos tanulói juthatnak el ingyenesen a teátrum darabjaira. Az általános iskolások a Padlást vagy a Pál utcai fiúk című előadást tekinthetik meg. Témánkat Kulisszák mögött című magazinunkban folytatjuk.